Szép jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait. Rendes tervezett testületülést kezdünk. Köszöntöm a teremben helyet foglaló érdeklődőket, a televízión bennünket követőket. Megállapítom a határozatképességet. 8 képviselő nyomott gombot, szerintem valaki nem. Nézzék meg, legyenek szívesek, most már 9. Hárman jelezték távollétüket, Vida Tamás, Nagy Roland és Tóth Gyula, mindegyikük bejelentette távolmaradásukat. Pár percnyi időpont késés annak köszönhető, hogy itt a hátam mögött az udvaron beállt a Német Kisebbségi Önkormányzatnak az új csoda kisbusz, amelyet pályázaton nyertek, és ennek az hivatalos átadója vélhetően május 11-én lesz. Erre a rendezvényre minden képviselőtársamat hívja majd a Német Kisebbség Önkormányzat. Az országos német önkormányzattól is jelen lesznek. Ugye ez a kis busz az idősek otthonának a szolgálatába fog állni, és ott végez majd jó szolgálatot reményeink szerint. A mai ülésünknek jegyzőkönyv hitelesítőjeként szeretném javasolni Kántor Katalint és Szatmári Gyulát. Kérdezem, hogy van-e más javaslat? Elfogadható-e a személyük? Ha igen, akkor készelemen is jelezni, szíveskedjenek. Egy hangú. Nézzük a napirendi pontokat. Írásban kiosztottuk a módosításokat. Hagyok egy pár percnyi szünetet, kérem, hogy tekintsék át. Reményeim szerint mindenki át tudta nézni. Szeretném megkérdezni a képviselőtársaimat, hogy van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslatuk, kérésük, módosításuk. Nincs, akkor kérem, hogy kezdjünk el szavazni. Felvételre javasolt napirendi pontokról 41, 42, 43, 44. Aki elfogadja, hogy ezeket felvesszük, gép nyomásával kérem jelezni, szíveskedjék. Igen, van Péter. Köszönöm. Csomagban való szavazásról szavazunk. Sorrendváltoztatásról kérem a szavazást. Következik a bizottsági állásfoglalás nélküli napirendi pont. És az egész napirendi pont elfogadásáról. Köszönöm. Napirend előtt 2 felszólalás van. Az egyik Kántor Katalin képviselőasszony, a másik pedig az enyém lesz. Átadom képviselőasszonynak a szót. Természetesen senkinek a szellemi termékét nem akarom kritizálni, tehát nem kötekedés a cél. De mikor megkaptam azt a tájékoztatást a hivataltól, hogy Dombóvár hivatalos honlapjáról vehetem le a tájékoztatót, meglepődtem, eltűnt Dombóvár címere,
eltűnt az, hogy Dombóvár város hivatalos honlapján járok, ehelyett egy természetesen Dombóvár logó van felül. Amikor a névjegykártyákat megkaptuk, azon is ez a logó van. Én ezt megmondom őszintén, indulásba arra gondoltam, hogy egy kis politikai fricska. De az, hogy egy Dombóvár honlapján nem lehet tudni, hogy hol járunk, nem maga a kinézete, nagyon szépek a színek, el lehet rajt igazodni, de hogy egy címer nincs rajt, ez egy kis kritikát azért érdemelne. Nem tudom, hogy ez hogy lett, vagy mint lett, de kérném, hogyha lehet, akkor legalább a címert rakjuk vissza. Az, hogy ez Dombóvár honlapja. A másik, amiért még szólnék, és egy kritikát szintén gyakorolnék, a mai anyagot így átnézve, és rengeteget olvasva és dolgozva rajt, egy kicsit az elosztás túlságosan elszállt. Tehát én úgy érzem, hogy ez egy kicsit költekező nap lesz a mai. Egy gyönyörű szállásrégi tónál például, azért mondom, mert ott polgármester úr tisztában van bele, még szépítünk. De 10 órakor egy hölgy nem tud hazamenni Szőlőhegyre, mert egy villany nincs befele. Tehát, hogy mondjam, a kettő nem áll azonos súlyba egymással szembe, és Dombóvárhoz tartozik az a városrész is. Emelünk egy kis tarifát jobbra-balra, de példának okáért egy kicsit kritikával illetném a képviselőtestületet is. Szerintem telefonja mindenkinek van. Alig tudunk szervezeteknek pénzt juttatni a hétköznapi megélhetésünkre, de hogy elnéztem most ide beérkezve, 50 000 forintot biztosítunk saját magunknak telefonra. Ennyire azért én nem mennék bele. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Köszönöm szépen. A honlapon lévő természetesen Dombóvár logó, az a városnak egy hivatalos logója. Azt a képviselőtestület fogadta el körülbelül 6 évvel ezelőtt. Ezt a logót alkalmazzuk egy csomó olyan kiadványon, olyan megjelenési formában, amikor úgy gondoljuk, hogy a címer az túlságosan komolyá, túlságosan berögzítetté adná az adott kinézetet. Ez egy marketing vizuál csoportnak volt a közös döntése, hogy ennél a megjelenésnél, ahol egy ilyen nagyon kedves formáját szeretnénk a városnak mutatni, nem véletlenül egy csomó dombovári arckép jelenik meg ugye a nyitó oldalként, eltekintenénk a címernek használatától. Én nem vagyok designer, továbbítani fogom a képviselőasszonynak a javaslatát, hogy alkalmazhatjuk-e, vagy van-e, nem az, hogy alkalmazhatjuk természetesen, de hogy beleillik-e abba a kinézeti koncepcióba a címer használata, amelyre ugyanúgy képviselőtestületi döntés volt, már ez a testület döntött arról, hogy ki legyen az a tervező csoport, aki az új arculati internetes honlap formát megtervezi. A másik felvetésére nyilván akár ma is, akár a következő üléseken számtalanszor vissza lehet majd utalni. Egyrészt nagyon szívesen várom képviselő asszonyt is, ugyanúgy, ahogy a többi képviselő társamat is, kedd 9 órára fog menni az értesítő, de hát most szóban is megteszem, többeknek már ugye jeleztük. 9-től délig szeretnénk egy olyan munkanapot végrehajtani, amikor a Városháza munkatársaival karöltve csoportokban a már kialakulóban lévő akcióterületekhez kapcsolódó fejlesztési elképzeléseit mindenki kifejtheti, végig gondolhatja. Higgy el, hogy ez egy nagyon sziszifuszi, óriási felelősséggel járó munka, és igencsak rá vagyunk kényszerülve az újszerűségre, az innovációra, hogy hol mit tervezünk, mitől remélünk egy jobb életszínvonalat, hol mihez kell nyúlni, elbontani, megszüntetni, hogyan változtassuk meg a környezetünket, úgy, hogy közben pedig a városgyarapítás legyen az előtérben. Ez a munka régóta folyik, ön is volt már olyan fórumon, amikor ugye erről volt szó, vagy testületülésen a helyzetértékelés, az irányvonalaknak a kijelölése történt meg. Most ezt kezdjük apró pénzre váltani, és ez még jó néhány hónapot, jó néhány testületi ülés napirendi pontját igénybe fogja venni, hogy ez a program olyan legyen, hogy amilyennek mi szeretnénk.
Azért nem testületi ülés formájában tervezzük, mert hát nyilván itt műhely munkát végezni nem lehet, viszont azt szerettem volna elérni, hogy a úgymond a képviselők is részesei legyenek ennek az alkotó munkának, illetve hát ők se úszhassák meg azt, hogy ennek a programozásnak a munkájában ne vegyenek részt. Ön most nyilván azt látja, hogy belekapunk valamibe, aztán a másik oldalon is belekapunk valamibe, és még nem igazán derült ki a rendszer. Sajnos ezzel az egész problémával most a területfejlesztési ágazat eléggé jelentősen küzd, ugyanis a kormány folytatva a jó szokását etéren is beléptette az államosítást. Ha megnézzük a 272/2014-es kormányrendeletet, akkor az kimondja, hogy az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó előkészítő munkában tervezést is, hatástanulmányokat, üzleti terveket is figyelembe véve, vagy központilag felállított szervezeti rendszerhez fordulhatunk, vagy amennyiben kérjük a megyei közgyűlésnek a segítségét, ő ki se bújhat az alól, hogy segítsen nekünk, de mindenképpen ők azok, akik itt az előkészületben ott kell, hogy legyenek. Abban az esetben, ha azt szeretnénk, hogy a tervezésnek a költségeit az Európai Uniós forrásokból, mint egy projektfinanszírozást megkaphassuk. Van egy másik kormányrendelet, az azt mondja ki, hogy az előkészítésre 5%-ot, a projektmenedzsmentre később 2,5%-ot lehet fordítani. Ez egy óriási gond. Egyrészt beleavatkozott megint az állam egy jó kialakult piaci rendszerbe, másrészt olyan szervezetek, gazdasági társaságok, akik arra álltak rá, hogy pályázatokat írnak, terveznek, hatástanulmányokat, megvalósíthatósági tanulmányokat készítenek, nagyon gyorsan csődközeli állapotba kerültek, ez újabb munkanélküliséget feltételez, illetve az állam megint ráteszi egy olyan területre a kezét, ami jól működött, és már most borítékolni lehet, hogy nem fog jól működni, illetve valljuk be őszintén, hogy a Fidesz kormányra jellemző módon egy újabb mutyi területet nyitnak ki, a korrupciónak egy újabb melegágyát próbálják megágyazni, de hát látjuk, én legalábbis úgy érzékelem, hogy ez nincs távol a mostani kormányzatnak a politikájától, és ehhez elég szépen kapcsolódnak a vidéki kinyújtott polipkarok is. Ebben a helyzetben mi is szenvedünk, hiszen nem látjuk még azt, hogy ezek a tervezések elkésettek-e, egy kicsit úgy érzem, hogy igen, de nincsenek rendszerbe foglalva, pont azért, mert nem érezzük még, hogy kihez hogyan lehetne fordulni. Híreink szerint a miniszterelnökség a 272/2014-es kormányrendelet megszüntetésére készül, akkor a kritikákat kaptak. Sajnos ez a téma azért egy elég szűk szegmenst érint, illetve a társadalmi kivetülése nem olyan mértékű, mint a többi botrány területé. Lásd oktatás, klikkek, lásd egészségügy államosítást, lásd hulladék, lásd ivóvíz ügyei. De az, hogy az Európai Uniós források és Tolna megye vonatkozásában ugye 27,2 milliárd forintról beszélünk 2020, illetve az azt követő 3 évről 23-ig, amíg a monitoring tart, illetve az indikátorokat teljesíteni kell, ezért azért ez egy elég felelősségteljes dolog, hogy fel tudunk-e készülni, és hogyha júniusban szerintem már biztos, hogy nem, de hogyha szeptemberben megnyílnak a pályázati lehetőségek, akkor ki lesz olyan készültségi állapotban, hogy fel tud mutatni olyan tanulmányokat, olyan engedélyes építési terveket, amelyeknek elkészítése azért nem kevés, valljuk be őszintén, amelyekkel bemer pályázni, illetve a költségvetéséből ki tudja biztosítani ezekhez a forrásokat. Szenvedünk ettől, és szerintem nem jó felé mennek e tekintetben a dolgok. Május 14-ére hívtunk össze egy olyan képviselőtestületi ülést, amely reményeink szerint ezt a probléma halmazt kezelni próbálja. De nem akarom kikerülni a válaszadást a Szálláshegyre vagy a Szőlőhegyre vonatkozólag, de azt gondolom, ez csak felvillantott példák lehetnek, mert természetesen majdnem a város minden területére lehetne mondani olyan dolgot, hogy miért úgy van, miért így van. Mi se vagyunk biztosak, még egyszer mondom benne, hogy jó irányba haladunk, de megpróbáljuk a legjobb tudásunkat előszedni, hogy ez a végén összeálljon. Tehát május 14-én egy olyan közbeszerzési keretszerződés indításáról döntenénk, ahol a tervezéseket rendszerbe próbáljuk rakni. Ugyanakkor azt is látni érdemes, hogy hol milyen esélyünk van pályázatokra. Ennek ugye nagyon sok függvénye van.
Alapvetően azt kell nézni, hogy a tulajdonunkról vagy nem a tulajdonunkról van szó. Azért a Kondavölgy, a Szálláshéti tó egy olyan kivételezett helyzetben van, hogy óriási, több hektárnyi terület van a mi tulajdonunkban. Már végigfuttattunk egy országosan elismert kísérleti programot ugye az vizes élőhelyek vonatkozásában. Önkormányzati szinten csak mi voltunk egyedül az országban, aki erre támogatást nyert, ugye 60 millió forint értékben, és ezt meg is kaptuk, és nagyon szépen végig is vittük a programot. Erre alapozva azért, és a jelzésekből, hiszen azért a kapcsolatokat mi is ápoljuk, nagyon nagy az esélyünk arra, hogy ott egy további zöld környezet és természetvédelmi programot tovább vigyünk második, harmadik, negyedik lépcsőként. Ezt csak úgy tudjuk megvalósítani, vannak tervek. De ha megnézi majd képviselő asszony, remélem, hogy el tud jönni kedden, Szőlőhegy az épp úgy egy kiemelt akcióterület. De azt is bevallom, hogy Szőlőhegy az, hogy akcióterület még eléggé hiányos. Nincs föltöltve, mint ahogy tudnék mondani egy csomó más ilyen akcióterületet. Vagy ott vannak a szegregátumok is, amelyen iszonyatosan szenvedünk, a tervezők is szenvednek. Tehát az, hogy egy Mászlonyi, ugye úgy van az akcióterületben, én nem szeretem ezt a szót, hogy Gagarin utca, az igazából ugye az ifjúság meg a Dankó Pistát jelenti, vagy a Kakasdombbal, hogy mit tudunk ott, hogyan tudunk úgy beavatkozni, hogy ez a szegregációs hatás csökkenjen. Járnak itt a szakértők, mondják az igét, hintik a tudást, de hát ezek nem valós dolgok. Kicsit úgy érzem magamat, mint itt a kefes dolgoknál, kábítószer egyeztető fórumoknál, hogy évek óta öntjük ki a pénzt, a kábítószer használat elterjedése nem úgy csökken, hanem növekszik, tehát nincs hatékony eszközünk arra, hogy felszámoljuk, csökkentsük, megoldjuk, de mégis ugye beavatkozásokat kell tenni. Amúgy Szőlőhegy vonatkozásában azt tudom mondani, hogy pont a héten volt egy egyeztető tárgyalásunk, amikor azt vettük végig, hogy az idén ugye 10 millió forint van a kerékpárútnak az építésére, hogy a Város és Lakásgazdálkodási NKFT a nyár folyamán elkezdi a nyomsávban a fáknak a kivágását, ezzel egy újabb szociális fa mennyiséget tudunk betermelni, illetve hát a nyomvonalnak egy előkészítését, amíg a büdzsé tart. Ugye ez az a beruházás, amire nem remélhetünk Európai Uniós forrás szerintem, hiszen vagy turisztikai kerékpárutak kapnak lehetőséget, és majd itt mondok egy jó hírt, vagy pedig olyan hivatásforgalmú kerékpárutak, ahol nagyon nagy számban kerékpároznak olyanok, akik munkába járnak, de az adott szakasznak a baleseti statisztikája vagy a halálozási statisztikája átlagon felüli. Bármennyire meglepő, nagyon egyenes szakaszról van szó, zúgnak végig az autók, iszonyat mennyiségű kerékpáros van, mégse átlagon felüli. Szerintem azért nagyon sok autós tisztában van azzal, hogyha ott kerékpáros talál, akkor valószínűleg a maligán fog az átlagon felüli lehet az egyes kerékpárosokban. És akkor szépen fejeztem ki magam, hogy jobban ügyelnek talán az ott közlekedőkre. Ma délelőtt megyei közgyűlést tartottunk. Az egyik napirend pont volt az ITP 2.0, ez az Integrált Település Fejlesztési Program. A következő pályázati időszaknak ez lesz a kerete, ez alapján lehet pályázni, és a javaslatomra beemelték ebbe a programba a Siófok, Tamási, Dombóvár, Sást, Magyarhertelen, Dorfű, Pécs, Harkány, Siklós, illetve villánykiágazással az eszéki kerékpár utat. Ez három megyét és ugye két Európai Uniós országot érint. Ez nevesítve van, úgyhogy reményeink szerint egy klassz kis térségeket összefogó beruházás előtt vagyunk. Úgyhogy én osztom az ön aggáját, bennem is van számtalan én aggály, és hát én csak annyit kérek, hogy aktívan ön is, többiek is, társaim is vegyünk részt ebbe a tervezési munkába. Tehát nem úgy szeretnénk majd május végén idehozni egy kész anyagot, hogy itt van, ezt találtuk ki, Budapestről jött nagy hírű, nagy tudású, szakmailag elismert tervezők, akik ide jöttünk, 10 éve nem jártunk mondjuk Dombóvár környékén vagy életünkben soha, hanem részesei legyünk ennek a munkának. Na, egy kicsit hosszúra nyúlt, de élveztem a témát. Ez olyan szakmai volt nekem. Na, bocsánat. Az én napirend előttim az most nem egy szerkesztett, hanem igazából szabadon elmondott lesz. Két örömteli hírről szeretnék beszámolni, és egyben úgy gondolom, hogy azért is fontos ez, mert az egész város előtt kiúszhatjuk magunkat, dicsekedhetünk és büszkék lehetünk ismét arra, hogy dombováriak vagyunk, és hogy Dombóvár kulturális élet területén ilyen nagyszerű eredményeket tudott felmutatni két együttesével. Egyrészt a Kapos Tánc Együttes április 22-24-én Herenden a 9. Veszprémi Összművészeti Nemzetközi Verseny és Fesztiválon
kimagasló eredményeket ért el. Három kategóriába versenyeztek fiataljaink. A gyerekcsoport Csicsi a babája koreográfiával, ez igen szépen le van írva, Csicsi a babája, az úgy tetszik. Aranydiplomát szerzett, a Kapos Táncegyüttés ifjúsági csoportja a Kálai kettős koreográfiával szintén. Ezek néptánc kategóriák voltak. Az ének kategóriában a Kapos lányai, ilyen kis kamara együttes szerűen, 10 lány a táncegyüttesből Sárközi népdal csokrával szintén aranydiplomát kapott, illetve az ének kategória nagy díját is elnyerték, tehát ez Grand Prix díjat jelent. A nagy díjat 2011-ben ugyanakkor már a Kapos együttes elnyerte, és a felkészítő tanáruk, mint tudjuk, Nyári Éva. Nem kisebb sikert aratott a Domovári Ifjúsági Fúvó Zenekar sem. Április 25-én Balatonföldváron került megrendezésre a második Dél-Dunántúli regionális zenekari verseny és találkozó. Itt a Tücsök zenekar, illetve az ifjúsági fúvó zenekar képviseltette magát. András, Kiszler András a karnagy. 9 együttes 5 kategóriában versenyzett. A háromfő zsűri a Tücsök zenekar az ő kategóriájában a Tücsök zenekarnak 97 pontot adott, ezzel kiemelt első díjjal jutalmazta. Az ifjúsági fúvó zenekar pedig a nyitott kategóriában a maximálisan adható 100 pontból 100-at ért el, így nyilván ők is kiemelt első díjban részesültek. A karnagyi teljesítményért Kiszler András, Andrást a zsűri karmesteri külön díjban részesítette. Csak sokszorosan lehet ismételni, hogy gratula, 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 és ilyenkor gondolom az, hogy mindenkiben megfogalmazódhat, hogy akkor döntünk ilyen kulturális közművelődési támogatásokról, hogy valamikor azért célba találunk, és jó helyre megy. Talán nem túlzás, hogyha egy rövid kis tapssal megköszönjük, illetve elismerjük nekik. Na, köszönöm szépen. Csomagolunk, ugye? Hármas ügyvédi megbízás az önkormányzat képviseletének ellátására. Két határozati javaslat van. Az elsőről szavazunk. Köszönöm. Második határozat. Köszönöm. Következő ökodombó fizetőképességének helyreállítása. Köszönöm. Farkas Attila úszoda fejlesztést érintő koncepcióterv készítésére. Perekasz önkormányzati ingatlanok művelésére való előkészítés. Ehhez kapcsolódóan mondom, hogy ma megjött a hír, hogy megkaptuk ezeket a kaposzekcsői területeket is, úgyhogy napirenden lesz egy újabb területbővülés az NKFT-nek. Úgyis keresik a munkát, bőven találnak. Vicc volt. Mehet. A Roma önkormányzat is foglalkoztat közmunkásokat, az ő tevékenységükhöz adnánk még támogatást. Talapka úr. Köszönöm. Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Köszönöm. Vendéglátóüzletek éjszaka nyitvatartási rendjéről szóló rendeletmódosítás. Zárszámadás. Következő. Két kulturális program. Az első a honismereti találkozó támogatása. Második Erki Nagy Tibor kiállítás.
Következik a Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésére ötletpályázat. Következő Szigeterdő közvilágítás bővítés. Köszönöm. Szállásétító környezetének tervezése. Döntés termelői piacról. Köszönöm. Döntés illegális hulladéklerakó felszámolásáról, illetve itt már kettő van. Tehát hulladéklerakók. Az Esztár ügyvédi irodával kötött szerződés módosítása. Két határozati javaslat. Az elsőről szavazó. Másodikról. Köszönöm. Gunaras gyógyfürdő idegenforgalmi ZRT önkormányzati tulajdonban lévő részvényének értékesítése. Belső ellenőrzési jelentés 2014-ről. Aztán stratégiai belső ellenőrzési terv. Majd jön a 2015. évi munkaterv. Jó. Csomaggal, ami nyílt ülésen van, azokkal végeztünk, ugye? Kollégáimra néz. Bocsánat. Új napirendi pontok közül kezességvállalása az NKFT hiteléhez. Régészeti leletek restaurálása. Közös költségek megtérítése. Molnár Tündét kérem szavazni. Jó, akkor most végeztünk, ugye? Következik a DFC ügye. Ili Anita kolléganőmnek kérem, hogy szóljanak föl. Ne szóljanak föl, mert itt van. Jó, nem láttam. A vendégasztalhoz kérem az egyesület elnökét, Právics Attila, itt van, itt van. Rajcs Attila. Ez az eredeti 9. Két bizottságon, Humán és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérdezem a véleményt. A Humán Bizottság mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Pénzügyi Bizottság úgy szintén javasolja mindkét határozati javaslat elfogadását. Köszönöm szépen. Szeretném kérdezni elnök urat, hogy szóban szeretne hozzászólni a napirendi ponthoz. Jó, kérdések következnek, akár elnök úrhoz, akár a témához kapcsolódóan. Akkor ha nincs, szavaznánk az első határozati javaslatról. Köszönjük. Egy hangú, szavazunk a második határozati javaslatról. Köszönöm szépen, és ha megengedik, akkor alá is írnánk elnök úrral a megállapodásokat itt az ülés alatt. Egyrészt kérem elnök urat, választott a Vida Tamás vagy Nagy Roland széke között, akkor ott aláírnánk.
mert annyira prompt a dolog, ugye, hogy hétfőn a munkát el is kell kezdeni az NKFT-nek, ehhez viszont a megállapodásokat ma alá kell írnunk. Úgy gondolom, hogy a megállapodások aláírásával a labdarúgó egyesület és a város között egy új, eredményesebb együttműködési fejezet kezdődik. Az egyesületnek a támogatását ezzel az aláírással nagyon jelentősen megemeltük, hiszen a pályafenntartást átvállaltuk, ezen kívül ugye mind a gyerekek, mind a felnőttek részére nagyon komoly anyagi segítséget nyújtunk. Miért éri meg ez a városnak? Hát túl az általános célokért, amit mindig is hangoztatunk, ezen kívül azt reméljük, hogy a TAO-s pénzek vonatkozásában a jövőben az város tulajdonában lévő sportlétesítményre, kiemelten a DVMS-ére, de ugyanígy azért még a DFC-re is, sokkal nagyobb összegben tudunk támogatást szerezni, felújításokat és beruházásokat elvégezni. Jó. Két ülés közötti következik. Van egy kérdés. Hozzászólás. Dr. Farkasztabó András, parancsolj. Köszönöm a szót. Tájékoztatásról szeretném mondani, hogy elhárultak az akadályok az utcanévváltozások, a legutoljára elhatározott utcanévváltozások hatályba lépése előtt. Azokat sikerült átvezetni a címnyilvántartáson. Ez azt jelenti, hogy az utcanevek nagy része május 1-től élni fog, kivéve három utcát, a Népköztársaság útja, a Tanácsköztársaság tér, illetve az Alkamáti utca viszont csak június 1-től fog hatályba lépni. Természetesen a hatályba lépés követően lehet majd az okmányirodába menni, az okmányok cseréje véget. Mi az oka ennek a három napos tűzésnek? Az oka az, hogy ugye volt folyamatban egy címellenőrzéses feladat, és ezeknél a társasházi utcáknál nem minden cím van rendben, és szeretnénk ezeket kijavítani, és elkerülni azt, hogy kétszer kelljen valakinek lakcímkártyát cserélni. Köszönöm szépen a kiegészítést. Nem látok hozzászólás sem, úgyhogy akkor kérem, szavazzunk. Igen, most második határozatról is szavazzunk. Igen, ez a második határozat szólt ugye az 50 000 forintos hozzájárulásról, ezt elfelejtettem Katalinnak megválaszolni. A
korábbi képviselőtestületek minden egyes ciklusban laptoppal látták el a képviselőket. Egy ilyen laptopnak a beszerzési ára a kezdetben bőven 300 000 forint fölött volt, aztán, hogy elterjedtek, 250 000 forint körül lett, tehát két alkalommal volt ilyen beszerzés. Most ugye a telefonvásárlásokkal arról is döntöttünk, hogy laptop vásárlás nem lesz ebben a ciklusban. Tulajdonképpen az okostelefonokkal próbáljuk kiváltani azt, hogy a képviselők információhoz jussanak. A telefonvásárlás az nem kötelező, az egy lehetőség. Nyilván van olyan képviselő, akinek viszonylag új telefonja van, valakinek viszont még nem is okostelefonja van, hanem régi, és nem kapja még se a hát főleg az előterjesztéseket nem tudja nézni megfelelő formátumban. Ezért gondoltuk azt, hogy a következő két évben minden képviselő kiválaszthatja azt az időpontot, amikor él ennek a telefonvásárlási kedvezménynek a lehetőségével. És ez két kedvezmény. Egyrészt azt mondjuk, hogy adunk 50 000 forintot, vehet valaki 300 000 forintért is telefon, de akkor is abból 50 000-et veszünk, vagy ha úgy gondolja, hogy neki elég egy 25 000 forintos, akkor 25 000 forintot nem vett igénybe. Másrészt flottás telefonokról beszélünk, tehát kötelessége mindenkinek, kötelező választani, hogy belép a flottába. Túl azon, hogy a flottában lévő most már több mint 500 telefonszám egymással ingyenesen beszélget, de a flottás rendszerben lévőknek a telefonja még nagyobb kedvezményben részesül, mint a napi listaár, vagy akár a napi kedvezmény ár. Tehát e vonatkozásban én azt gondolom, hogy mi nagyon visszafogottak vagyunk, hiszen két évről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy nagyjából egy telefonnak a kiordási ideje ma két év, hát kivéve azokat, akik beledobják óvatatlanul ugye a felmosóvödörbe, kicsúszva a zsebükből. Tehát hogyha mondjuk valamelyikünk azt mondja, hogy jövő januárban szeretne élni ez a lehetőség, akkor őnek jónét indul a következő két év. Valaki most, akkor mostantól számítottam két év. De két évig senki nem jöjjön, és nem is jöhet az alapján, az előterjesztés alapján, hogy kér telefont, vagy hozzájárulást. A másik, amiről döntöttünk, hogy a képviselőcsoportunk minden egyes tagja nyilatkozott, hogy a jövőben papírformában, vagy elektronikus formában kéri az előterjesztést. Elektronikusan, hogy mindenki megkapja, papírformában a csapatunknak látszik, hogy kielőtt van ilyen vastagabb anyag, hát kevesebb, mint a fele kérte. Ezzel is szeretnénk munkát, meg hát nyilván költségeket spórolni, tehát nem agyba főbe a fénymásolót járatni és papírt felhasználni. Köszönöm. Következik a... Mindjárt nézzük, hogy hányos. Kettes, középiskolai kollégiumi férőhelyek. Humán bizottság tárgyalta, és ennek előterjesztője alpolgármester úr lesz majd. Humán bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm, átadom a szót alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítésre. Köszönöm szót, különösebb szóbeli kiegészítésem nem lenne, de természetesen nagyon szívesen válaszolok az itt elhangzó kérdésekre. Ugyan egy nagyon rövid szóbeli kiegészítésem van. Tudomásul kell venni, hogy ez az előterjesztés nem arról szól, hogy mi össze akarunk vonni két kollégiumot, hiszen mi tudjuk, tisztában vagyunk azzal, hogy erre nekünk nincs is lehetőségünk. Mi csak javaslatot teszünk a fenntartók, a működtetők felé, a KLIK felé, hogy Dombóvár anyagi kondícióit figyelembe véve tekintsék át, hogy van-e reális lehetőség annak, hogy a jelenleg 50, illetve alig 20%-os kihasználású két kollégiumban jelenleg ott lakó diákokat, tanulókat egy kollégiumban próbálja meg összevonni, mert azért az sem mindegy Dombóváros költségvetésének, hogy olyan kollégiumnak fizeti a dologi kiadásait, ahol a jelenlévő tanulók száma rendkívül elenyésző, de ugyanúgy kell fűteni, meg a villannyal világítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van egy kérdés napirendi ponttal kapcsolatban, hozzászólás. Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen. Négyes ESZI pályázatokra beérkezett, ESZI igazgatói állásra beérkezett pályázatok véleményezése.
jelöltek itt vannak-e? Egy jelöltet igen, látom, nem tudom. Lebetegedett a másik jelöltünk. Köszönöm. Humán Bizottság tárgyalta. A Humán Bizottság a határozati javaslatot Horvátné Gyánó Bernadett intézményvezetői megbízásának támogatásával javasolja elfogadásra. Köszönöm szépen. Fölöslegesen nem tornáztatom Bernadettet, ha lesz hozzá kérdés, akkor kérjük, hogy üljön ki. Van-e az előterjesztéssel vagy a kandidálóhoz kérdés? A témához kapcsolódó hozzászólás? Nem látok, akkor kérem, hogy szavazzuk. Köszönöm. Elfelejtettem megkérdezni a polgármester urat, hogy szóban kívánta-e kiegészíteni az előterjesztést. Hát nem kimondott kiegészítés. Nem a szót nem kimondott kiegészítés lett volna, hanem azt szerettem volna hozzátenni, hogy tekintettel arra, hogy a Egyesített Szociális Intézmény társulásban működik Szakcsal és Gyulajjal. A társulási tanács a két tagintézménynek a jóvágyása, bolintása is szükséges az ESZ igazgatójának a kinevezéséhez. De hát ez csak egy olyan szinte jelképes tulajdonképpen. Tehát biztos vagyok benne, hogy a társulási tanács is elfogadja Dombóváros önkormányzatának a döntését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következik a 8-as napirend önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokra vonatkozik. Humán és Pénzügyi Bizottság mind a kettő tárgyalta. Köszönjük szépen, és reményeink szerint találkozunk. Humán Bizottság a 8-as számú előterjesztés hiányában nem tárgyalta. Ezt szeretném elmondani, mert kedden volt. Köszönöm. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Ugye az első határozat arról szól, hogy Farkas János ügyvezető többszöri kérés ellenére sem volt hajlandó átdolgozni az üzleti tervet. Időközben Farkas úr táppénzre ment. Somlai Adrien társam az ügyvezetésben, ez a megszólítása a Somlai Adriennek. Tehát Somlai Adrien, Farkas János társa az ügyvezetésben, viszont arra kapta felkérést, hogy szerintem is vicces, de így írogatja neki a leveleket. Tehát arra kérnénk föl, hogy májusi testületülésre hozza be az átdolgozott anyagot. A Város és Lakásgazdálkodási NKFT-nél meg javában zajlik az átvilágítás, ez jelentős terhet ró a cégre, ezért, illetve hát, hogy ugye kettős gazdaságvezető is van a vízmű tekintetében, ezt az indokot úgy gondolom, hogy el tudjuk fogadni, hogy emiatt csúszik az üzleti terv. Kérdések? Hozzászólása? Kérem, hogy szavazzunk az első határozatról. Köszönöm, a második. Köszönöm szépen. Következik a 15. Ez a vagyon rendelet. Pénzügyi bizottságot szeretném kérdezni. Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja. Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? Hozzászólás? Nem látok. Kérem, hogy szavazzunk a rendeletről. Először a igen rendeletről. Van egy határozati javaslat is.
Ebben más nincs, ugye? Egy határozat, egy rendelet. Rendben. SMS. Ugye ez több hónapja készül. Volt már az elmúlt ülésen is beterjesztés, de akkor azt kérték a képviselőtársaim, hogy legyen idő át nézni. Halasztottuk. Két bizottsági véleményt szeretném kérdezni. A Humán Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja. Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a következő módosítással elfogadásra javasolja. Az átruházott polgármesteri hatásköröket illetően az autóbusszal végzett helyi személyszállítás menetrend módosítását a polgármester hagyja jóvá a települési képviselők véleményének kikérését követően, és ezt csak képviselőként teszem hozzá, természetesen minden érintett szervezet véleményét célszerű kikérni, hisz a képviselők nem biztos, hogy minden olyan tényre, helyzetre képesek, vagy helyzetről képesek információt adni, ami a jó menetrendhez szükséges. Köszönöm. Jó, van-e még egyéb kérdés? Hozzászólás? Nem látok, akkor kérem először a módosító javaslatról szavazzunk. Köszönöm. Nem meglepő módon én voltam az egyedüli, aki tartózkodott. Túl bonyolódik ezzel a helyzet. Tehát ez az autóbusz kérdés a tipikus foci kérdés, mindenki ért hozzá, de persze közben senki sem. Nem tartom kabinet kérdésnek, hogy itt aki akar, amúgy is hozzá tud szólni, de hát legyen, tehát bonyolítjuk szerintem a helyzetet. Amúgy meg én is csak úgy döntök ebben a kérdésben, hogy a szakértők javasolják, tehát nyilván itt nem a polgármester írogatja át az útvonalakat, meg a menetrendi megállókat, de örülök, hogyha a képviselői társaim órákat el fognak tölteni a menetrendnek a felülvizsgálatával. SMS-ről szavazzunk. Köszönöm szépen. Következik a 19-es térkép. Ezzel kapcsolatban szóbeli kiegészítéssel szeretnék élni. A ma kapott szóbeli telefonos információ alapján ugye szenvedtünk attól, és ez nincs is benne az anyagban, hogy honnét lehet szerezni úgynevezett vektoros állományú térképet, tehát magyarul azt a szoftvert, ami a térképet tartalmazza. Ugyanis akármelyik céghez, akinek van ilyen vektoros állományú anyaga, vagy adatbázisa, az mind azt a választ adta, hogy persze, ő szívesen részt vesz egy ilyenbe, de nem adja ki magát az adatot, nem is adja el, hanem forduljunk hozzá bizalommal, és majd ő szépen megszerkeszti, megrajzolja a térképet, és ad egy jó árat. Nyilván ebben az esetben a tervünk, hogy itt 5000 darab A2-es méretű térkép 300 000 forintért ki legyen adható, ez biztos, hogy nem teljesült volna. És akkor egy korábbi baráti kapcsolatomat felhasználva végre eljutottunk a megoldáshoz, tehát ezzel a baráti kapcsolaton keresztül 20 000 forintért plusz valamennyi ráfordításért, ezt nem tudták megmondani, tehát nagyjából 30-40 000 forintról beszélünk, akkor úgy néz ki, hogy megvan a vektoros állomány. Kérném azt, hogy vonatkozásban ebből az apropóból emeljük föl 350-re ezt az összeget. Nem biztos, hogy ezt szükségeltetik, de ha mégis, és ezzel elszámolnánk a két ülés közöttiben, akkor ne kelljen még egyszer ezt a napi rendi pontot idehozni. Tehát ez a javaslatom, hogy 350 legyen, azzal, hogy akkor kimutatjuk a közvetlen költségeket az előkészítésnél. És hát ugye hallhattuk Farkaszabó Andrásnak is a kiegészítését, ami viszont azt jelenti, hogy a határidőt is érdemes lenne húznunk. Szerintem akkor itt a júni 15-öt kellene megcéloznunk, mert most én kiadom ezt a térképet május 30-án, és hát még mindig nem az lesz rajta, illetve a valóságban még mindig az a három utca az nem az lesz, ami, úgyhogy akkor júni 15 lenne a javaslat, mert hát a térképnek az az értelme, hogy most a sok névváltozást propagáljuk az ideérkezőknek, meg a dombováriaknak.
Júli 15-re kész leszünk? Azzal a három... Persze. Igen. Jó. Kérdések jönnek. Hozzászólások. Akkor kérem eredeti előterjesztésként kezelni az elmondottakat, és akkor így szavazzunk. Köszönöm. Húszas következik. Pályázat kiírása Buzánszky Jenő díszpolgárunk emlékére, képzőművészeti, köztéri képzőművészeti alkotásra. Humán Bizottság. A Humán Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm. Van-e kérdés? Kiegészítés, illetve hozzászólás? Annyiban szóval megerősíteném az előterjesztést, hogy egy pályázatról beszélünk, amikor arra kérünk föl képzőművészeket, és erre bárki jelentkezhet, hogy 5:1 arányú makettel pályázzanak, amely méltóan emléket állít Buzánszky Jenő életútjának. Ezt az alkotást a modell elkészítését követően először is mi véleményezzük, majd fölkérjük a képzőművészeti lektorátust, hogy véleményezzen, illetve segítse magának a legmegfelelőbb pályamunkának a kiválasztásában is. És jelenleg is él olyan támogatói pályázat, amiből köztéri alkotásokat támogatnak. Reményeink szerint még be tudjuk majd adni erre a pályamunkát, és terveink szerint a Szuhaj Sportcentrum területén állítanánk föl az alkotást. Ezzel is egyfajta zarándok helyet is teremtve Jenő bácsi tiszteletére, illetve nyilván példaként állítanánk föl, és én úgy gondolom, hogy elég előremutató az a dolog, hogy információim szerint mi vagyunk az országban az elsők, aki ezt a folyamatot elindítjuk. Van-e hozzászólás? Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm. Következő a kedvencem. Képviselőcsoporttal nyilván többször egyeztetünk. Ezt a pályázati kiírás, a közterületek tisztántartása, vonatkozó kötelezettségek részbeni átvállalása céljából ezt negyedszerre sikerült megtanulnom, hogy mit is jelent. Mert a maga a téma szó teljesen egyszerű, de milyen klassz címet találtak a kollégák, az egy kicsit nekem bebonyolították. A polgármester az előterjesztője, de előbb megkérdezem a két bizottságot. A Humán Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Pénzügyi Bizottság úgy szintén javasolja elfogadni a határozati javaslatot. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt dombóváriak! Ez az az előterjesztés, amellyel képviselőcsoportunk ismét bizonyítja, hogy segítő kezet nyújt a dombóvári rászorulóknak. Ugyanis ez az előterjesztés arról szól, hogy azoknak a 65 év felettieknek, akiknél a családban az egyfőre jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot, illetve aránytalanul nagy közterületet, mondjuk sarkon laknak és sarokteltjük van, aránytalanul nagy közterületet kellene fűnyírniuk, nekik évi 500 000 forintos keret terhére a város önkormányzata kisegíti a fűnyírást évi 5 alkalommal. Ezt természetesen kérelemre lehet megtenni, a Városi és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. Végzi ezt a munkát. Kérjük azokat az idős, alacsony jövedelmű embereket, akiknek a korábbi időszakban már nagyon nehezére esett, mind fizikailag, mind anyagilag a nagy zöld terület gondozása, karbantartása, hogy most a rendeletünk elfogadása után és annak kihirdetése után forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz, ahol a szükséges adatlap kitöltésével nyilvántartásba vesszük őket. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kérdések jönnek. Hozzászólás van-e? Nem látok. Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm. 20.
2023-as. Egy előterjesztésben két nagyszerű hír, illetve beruházás indítása. Pályázati támogatást kapott mind a harmadik utcai körforgalomnál lévő családi orvosi és fogorvosi rendelő, valamint a kertvárosi rendelő. Összességében 100 millió forint fölött nyertünk a két beruházásra, de rohanni kell a kivitelezéssel, ugyanis október 30-ig, mivel EU-s forrásról van szó, el kell számolni, úgyhogy nincs mit halogatnunk az indítással. Közbeszerzés is van benne, meg egy csomó minden hozzájáruló dolog. Két bizottság is tárgyalta. A Humán Bizottság mind a négy határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Pénzügyi Bizottság hasonlóan, mint a négy határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm. Van-e kérdés? Hozzászólás? Berta János, parancsoljon. Kérdés is, meg hozzászólás is. És, hogy van-e lehetőség arra, hogy egy önkormányzati irodát alakítsunk ki az orvosi rendelőben, az Újdombavári-ban, mert ott van hely, lenne hely. És hát ezt szeretném javasolni, hogyha meglépnénk. Igen, sajnos nem lehet, mert a pályázat az kifejezetten orvosi rendelő felújítására szól, és tervvel kellett pályázni, tehát a pályázatnak a mellékletét képezte az építési engedély, illetve terv, akkor még engedélyünk nem volt, de be kellett már nyújtani az építési hatóságnak, közben jogerőssé vált az építési engedély, de ugye azt a tervet fogják visszaellenőrizni, amikor majd 5 év múlva is jönnek ellenőrizni. Ezeket nap mint nap átéljük, jövő héten is korábbi projektjeinket jönnek végignézni, így például a volt városházának, mostani járáshivatalnak az utóellenőrzése zajlik, ott is pont egy liftházat kellett építeni, most már nem tudom, 6 éve, azt hiszem már lassan, vagy 5 éve. Aztán a csomópontokat, amiket csináltunk, jövő héten jönnek ellenőrizni, tehát ezzel biztos, hogy nem szabad játszanunk, hogy a terv ellenére olyan funkciót rakunk be, ami nem volt a támogatások közé. Az elképzelés, én értem, meg tudom, jó lenne, hiszen jelen pillanatban fönt van egy emeleti irodában ugye az ügyfélszolgálat, próbáljunk meg közösen valami más megoldást találni, de az orvosi rendelőbe emiatt nem látom kivitelezhetőnek, de megkérdezem az aljegyző urat, hogy látja ezt a kérdést. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtestület. A bizottság ülésen már felmerült a képviselőnek ez a kérdése. Nyilván tehát a projektmenedzsment részét azt nem a mi irodán csinált, tehát arra nem tudok nyilatkozni, hogy pontosan milyen vállalást tett az önkormányzat, amikor beadta a pályázatot. Ezek szerint, hogyha engedélystervvel pályáztunk, akkor nyilván az engedélysterv az kötni fogja az önkormányzatot. Nyilván mi azt választottuk a bizottság ülésen, megvizsgáljuk, hogy műszaki szempontból kivitelezhető-e. Nyilván a kiviteli terv kelleni fog a beruházás megvalósításához. Mi azt ígértük, hogy a tervezővel fogunk egyeztetni, hogy mi az álláspontja, de amennyiben valóban engedélyes terv alapján kapja meg az önkormányzat ezt a támogatást, akkor az engedélyes tervre foglalta kötni fogják az önkormányzat, és azt fogják ellenőrizni rajtunk. Tehát valószínűleg, tehát a projekt terére biztosan nem lehetett ezt megcsinálni, tehát a 100%, hogy a projekt terére ilyenfajta munkát nem lehet, hiszen orvosi rendelő felújítását nyertük meg, tehát nem ügyfélszolgálati iroda kialakítását. Hogy egyébként a projekten kívül műszakilag megoldható-e, ezt azt gondolom, hogy a tervezővel meg fogjuk vizsgáltatni, de eléggé bonyolult, hogyha az engedélyes terv lett jóvá hagyva a támogató által, akkor az elég bonyolult lesz. Köszönöm. Köszönöm. Van-e egyéb hozzászólás? Szavazzunk sorba határozati javaslatokról. Az első az, hogy megmódosítjuk a közbeszerzési tervünket, és azt nyilvánosságra hozzuk. Köszönöm. Következik a harmadik utcai rendelőnek a bírálóbizottság jóváhagyása. Akik döntenek a közbeszerzésről, ebben dr. Szabó Péter, Varga Péter, Kovács Gyula, Reicher Gyula szerepel. Köszönöm. Ugyanilyen ez a bizottság véleményezni a Hóvirág utcai pályázatokat is.
a tisztánlátás kedvére, ugye ez a két bizottság csak véleményez, dönteni nekünk kell majd. És a negyedik napirendhez kapcsolódó határozati javaslat, hogy maga a kiviteli tervekre is kell egy úgynevezett közbeszerzési eljáráson kívüli beszerzési eljárás lefolytatása, hogy ez meginduljon. Miért ne induljon ez, Katalin? Én a közbeszerzésen kívüli eljárásokban, én közbeszerzési ügyvédő vagyok. Tehát a közbeszerzésen kívüliek, nem igazán. Hát, jó, Katalin, csak van egy jogszabály, ami a közbeszerzéssel kapcsolatos, tehát hogyha valami nem éri el az összeghatárt, akkor ott... Ebben az esetben hogy ne éri? A kiviteli terv. Most mondta, hogy 100 millió. Az az építés. Kiviteli terv. Na azért nem értettem, mert hát ugye pont azért mondtam el, hogy ez a két bizottság, akit választottunk, ő a kivitelezőnek a szakmai bírálatát végzi el, a kivitelezőről mi döntünk. De itt a kiviteli terv, ez pár százezer forintos, és ugye az is ráadásul oda van írva, hogy ez nem haladhatja meg, ami a pályázatban lévő összeg van. Akkor kérhetem, hogy a jegyzőkönyvbe módosítjuk, jó? Köszönöm. Polar Team aktivitás mérő program beszerzéséről döntés. Tessék? Igen, járda. 27-es. Ennek az előterjesztője, jó magam vagyok, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta. A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, kérdés. Hozzászólás. Tigerman Péter alpolgármester úr, parancsolja. Nagyon örülök, hogy a Vezeri utcai járda felújítása napirendre került, és majd valósul. Egyrészt ez volt a természetesen Domovának az egyik választási ígérete a nagyon-nagyon sok közül. Ami látható, hogy ez egyrészt a belvárosban lévő nagyon forgalmas járda, nagyon rossz állapotban van, nagyon sok gyerek és fiatal közlekedik rajta. Most volt fakivágásra is sor került, tehát célszerű, hogyha a járda felújítást tervezzük, akkor arra most kerüljön sor, esetleges őszi fatelepítés előtt. Célszerű, hogy ezt a járdát szépre a belváros jellegéhez kapcsolódóan újítsuk fel. Ami még itt a bizottsági ülésen felmerült, az, hogy gyakorlatilag eredetileg ugye a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Domopál utca közötti rész az 551 négyzetméter, miután a városi üzemeltetési iroda gyakorlatilag az egész járdaszakasz felmérte, ezután megállapításra került, hogy a gimnázium részén lévő járdaszakasz még olyan jó állapotban van, hogy annak a felújítása nem szükséges, ezért az eredeti költségek, egyrészt ezért csökkentek eredetileg a költségek, másrészt az előterjesztésben is szereplő árajánlat, illetve költségkeret, az igazából egy költségkeret, és erre a járda felújítása pályázaton keres igazából a város egy kivitelezőt. Köszönöm. Szépen. Katalin? Őszinte legyek, azzal a kijelentésével az alpolgármester úrnak nem tudok mit kezdeni, hogy nem szép a járda szakasz. Hát a Dombováron kimegyünk Új-Dombovára, a főutcánál végig nem szép a járda. Tehát ilyen alapon javítani egy járdát, hogy már nem szép, akkor ki lehetne javítani nagyon sokat. Tehát amíg használható valami, kérdezzük meg azt a területet, ahol már menni se tudnak, mert járda sincs. Tehát, és itt is csak részleges a felújítás. Tehát vagy rendesen meg tudjuk csinálni, vagy részleges, mert nem szép. Szerintem sokan fel tudnák sorolni, hogy hol nem szép, és még nem is járható. Úgyhogy köszönöm. A részleges felújítással sokat polemizáltunk. Egyrészt én azt gondolom, hogy akkor döntünk jól, hogyha ahhoz a szakaszhoz, ami pár évvel ezelőtt épült meg, és az állaga azóta sem romlott, egy jó sikerült beruházás volt,
a gimnázium focipályájának a kerítésénél nem nyúlunk. Az első gondolatomban én is azt javasoltam a kollégáknak, hogy mérjék föl azt, hogy fölbontjuk azt is, és egységes járdát készítünk. Ugyanakkor a következő pillanatban már szemem előtt láttam a Facebook bejegyzéseket, hogy milyen pazarló, milyen hülye ez az önkormányzat, hogy egy tök jó járdát fölbont, és közben meg máshol milyen rossz járdák vannak. Én azt gondolom, hogy ez egy igazi takarékos és jó megoldás, hogy ami még nagyon jó használható, sokáig ahhoz tényleg ne nyúljunk, még hogyha esztétikailag kicsit furán fog hatni, hogy van egy térköves járdaszakasz, azt követi egy nagyon jó állapotú aszfaltos, majd az utána megint egy térköves járdaszakasz, de úgy gondolom, hogy Dombóvár egyelőre sajnos nem az UNESCO védett területei közé tartozik, ilyen formában inkább a funkcióját nézem én. Az, hogy szép vagy nem szép, szerintem arra vonatkozott a polgármester úr részéről, hogy van-e rajt girinygöröngy, el lehet-e botlani rajta, tehát szép, egységes a felület. Ugyanakkor, amit ön említ, főutca, az szerintem pont rossz példa, mert a főutcán egész az iskoláig mind a két oldal föl van újítva, tehát a szép is, jó is, használható is, utána a főutcának van már azért egy-két szakasza, ami nem ennyire jó. Egy másik aspektusból világítanám meg a dolgot, viszont ha belegondolunk, az utóbbi időben kiemelten soron kívül hol végeztünk járda felújításokat, ugye az Amália óvodához kapcsolódóan, az Apáczai Csere János szakközépiskolához kapcsolódóan, az Újdombóvári iskolához és óvodához kapcsolódóan, a belvárosinál jó a felület, az iparinál, Heminél jó a felület, a Szornál, a Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza iskolánál szép, ott is térköves felület van. Tehát én alapvető fontosságúnak gondolom, hogy a iskolák, óvodákhoz közelítően és emellett az orvosi rendelőkhöz közelítően jók legyenek a járdák. Persze ez csak az utolsó szakaszra vonatkozik, itt azért egy elég szép hosszú szakaszra, de hát azért az utolsó szakasz az, amikor földúsul ugye a gyalogos, kerékpáros forgalom, és ebből a szempontból a Gimié volt az, amelyik nagyon-nagyon sok kívánivalót hagyott maga után. Alpolgármester úr. És másrészt, ugye, amit polgármester is mondta, a részleges felújítás arra vonatkozik, hogy nyilvánvalóan a jó állapotban lévő részeket, szép és nem balesetveszélyes részeket nyilván vagy célszerű meghagyni. A másik az, hogy képviselőasszony is tudja, vagy hogyha idézőjebb a városba jár, látja az, hogy más helyen, nagyon sok más település részen is folynak járdafelújítások, és úgy tudom, hogy a polgármester úr által kezdeményezett jövő keddi megbeszéléseken is erről lesz szó. Tehát én is szerintem képviselőtársam és mindenki úgy gondolja, hogy a városnak a 40x40-es lapos járdáit meg kell újítani, fel kell újítani az NKFT bevonásával, ez mindannyiunknak a célja. Tehát ez lesz a folytatás, mondjuk így. Köszönöm. Talapka úr. Tervezünk a Bezerédi utcába. Nyilván lehet, hogy a járda még egy-két évig talán nem balesetveszélyes, legfeljebb veszélyes, de ha fásítunk, fásítás után járdát építeni, az soha nem egy szerencsés megoldás. Nyilván célszerű előtte azokat a munkálatokat elvégezni, amelyeket el lehet végezni, és így a fásításhoz kapcsolódóan is célszerű ezt fölgyorsítani és akár előre is hozni. Köszönöm. Köszönöm, van-e még hozzászólás? Nincs, kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm. 29-es döntés a Polár Téma aktivitásmérő program beszerzéséről. Két bizottság tárgyalt, a humán és pénzügy. A humán bizottság a határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra. Pénzügyi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdések következnek. Hozzászólások.
Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen. Ha jól látom, véget ért a móka mára a nyílt ülés tekintetében. Kedves dombaváriak, a mai testületülésünk nyílt szakasza befejeződött. A holnapi napra szeretném önöket meginvitálni. Május 1-i rendezvény sorozatunk fergeteges szórakozást kínál kicsiknek, nagyoknak, többféle kultúrát, többféle minőségi kultúrát kedvelők számára. A rendezvény helyszíne a Művelődési Ház és a Belvárosi Iskola környéke, illetve udvara lesz. Ezt a rendezvényt a város önkormányzata, a Városháza és a Művelődési Ház apparátusa közösen szervezi. Az első olyan együttműködésben lévő programunk, amikor a Művelődési Ház új társam az ügyvezetésben személyével visszük a programokat. Szerintem ez így normális, és ez is volt a tervünk, hogy a városért együtt dolgozzunk. A programok már délelőtt elkezdődnek, wurstlival, meg mindenféle vásárfiával. A kulturális programok azok dél, illetve 2 órától kezdődnek. Aki teheti, az jöjjön el. Szerintem egy szép, nagyszerű élménnyel fogunk távozni. Köszönöm szépen, hogy végignéztek, végighallgattok bennünket. A nyílt ülést lezárom, és egy pár másodpercre szünet következik. Köszönöm.